Karbantartási munkálatokat végeznek a tarkft dolgozói Szexárdon. A szervizcsapat 24 órás készültségben van az esetleges hibák elhárítására, azonban nem csak javításokat végeznek. Tarjános a cég ügyvezetője elárulta, az éves nyereségük nagy részét fejlesztésekre költik. Ilyen hálózati fejlesztésnek lehettek a szexárdiak szemtanúja az elmúlt hetekben. A Flórián, a Fürdőház és a Mérei utca, valamint a Szent László, a Táncsics és a Vörösmarty utca egy részénél. A mostani szexárdi fejlesztés az egy nagyon nagy lépés számunkra, egyébként optikai átépítés zajlik, főleg lakótelepi területen most szexárdon, illetve hát ahogy láthatták ott a Bélatén, Flórián utca környékén, ott pedig hát a, egy gerinc ö, új gerinc kiépítés zajlik. Az ügyvezető elmondta, erre azért volt szükség, mert az itt elterülő hálózati rendszer már régi volt, és ezzel az egyik legkorszerűbb optikai szálas technológiával sokkal stabilabb és gyorsabb lesz minden igényelt szolgáltatás. Hozzátette, az elvük az, hogy az optikai kábellel, ami egy hajszálnál is vékonyabb, maggal rendelkező vezeték, minél közelebb menjenek az ügyfelekhez. Vannak már olyan lakótelepek a Tolnai megyeszékhelyen, ahol az előfizető lakásáig sikerült elvinni ezt a modern technológiát. Ezen gyakorlatilag különböző színű fényekkel bevilágítunk, és ezeket a fényeket különböző különbözőképpen moduláljuk. Tehát ez, ez egy optikai kábelen akár tíz különböző dolgot is tudunk csinálni, mert más színű fényjel világítunk bele, más lambda hullámosszú fényjel, és ennek a fénynek a terjedési sebessége is más az optikai kábelen. Tehát ez, ez, változik, és ezért tudjuk arra használni, hogy például az egyiken a, az ügyfél az, az, letölt az egyik, egyik színű fényjel, a másik színű fényjel föltölt, a harmadik színű fényjel meg tévét néz. Így működik. A szexárdi telepejű távközlési cég 340 településen több mint 110 ezer előfizető otthonában van jelen. A megyeszékhelyen jelenleg zajló fejlesztési munkálatok várhatóan április végén fejeződnek be.